Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a nagyon népszerű téma az, amivel foglalkozni fogunk, ez pedig a rovarevés, rovarfehérje, hogyan is igyekszik az elit, legalábbis szerintük megváltoztatni az egész világot és azt, ahogyan az emberiség éli az életét. Megnézzük, hogy vajon milyen hatásai vannak ennek, honnan jön egyáltalán ez a gondolat, hogy rovart fogunk most már enni. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hosszú ideig ellenálltam a kísértésnek, hogy foglalkozzak ezzel a témával, de újra és újra előkerül, meg látom azt, hogy az embereket érdekli, meg elég népszerű, ezért úgy gondoltam, hogy utána nézek részletesebben, hogy mi történik ezen a fronton. Előjáróban annyit, hogy én nem látok túl sok különbséget ez a rovarfogyasztás, vagy mondjuk a disznólevés, vagy a nyúllevés között. Mondhatnánk azt is, hogy ez pusztán szokás dolga, hogyha csak a bibliai étrendet veszem alapul, akkor például ezek a szöcskék, sáskák az ehető kategóriába tartoznak, míg a disznó nem. Úgyhogy lehetne azon is vitatkozni, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami egészséges. Persze én nem javaslom, hogy bárki átálljon nagy hirtelen rovarevésre, csak azt akarom mondani, hogy az igazság az árnyaltabb, mint ahogy az sokszor tűnik. Gondoljunk csak arra, hogy mindenki fintorog most azon, meg legalábbis nagyon sokan, hogy férgeket egyenek, mi gond nélkül megeszik a nyulat, a lovat, a disznót, semmiféle probléma ezzel. Ugyanezek az emberek, hogyha azt hallják, hogy valahol kutyát esznek, akkor úgy viselkednek, mintha a világ összedőlt volna, és az micsoda primitív dolog lenne. Miközben ott, ahol kutyát esznek, ugyanezt gondolják arról, hogy valaki megeszi a disznót. Az evés az nagyrészt szokásnak a kérdése, és én továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy meg kellene nézni a mindenkinek elsősorban azt, hogy a teremtő mit gondol erről, akkor járna legjobban, és akkor úgy felépíteni az étrendjét, de ha nem, akkor csináljon mindenki, amit akar. Ez is történik a világban nagy részt. Most felháborodni azon, vagy kétségbe esni, meg hülledezni, hogy elkezdtünk rovarokat enni, szerintem évtizedek óta esznek az emberek rovarokat, csak nem tudják. A másik oldalon meg ugyanazt a szemetet megeszik a disznóval, vagy a nyullal, vagy az összes többi ilyen tisztátalan állattal. Elterjedt az a nézet is például, hogy a tenger gyümölcsei, hogy ezek milyen egészségesek, meg mennyi minden fehérje van benne, meg ezek a dolgok. Miközben ezek gyakorlatilag a tengernek a dögevői, akik elpusztítják azt a szemetet, ami már semmi másnak nem kell ott. Aztán ezt mi a pénzre hozzuk, és áruljuk nagy pénzekért, hogy ez valami különlegesség, meg egészséges életmódnak egy része. Szóval a világ elég fonák magában is, de nézzük meg akkor, hogy mi a szituáció ezekkel a rovar dolgokkal. Egy jelentős ezzel a hírrel, illetve ezzel a hírcsoporttal kapcsolatban az is, hogy a semmiről milyen gyorsan eljutottunk oda, hogy már szinte az összes lap beszámol erről, vagy hírforrás, mint egy tény, hogy ez már megy, és ez így lesz. Szerintem ez nagyon is beszédes arra nézés, hogy milyen gyorsan változnak a dolgok a világban, úgy, hogy az emberek nem is tudják követni, hogy mi az, ami történik körülöttük. Hasonlatos ez egyébként a benzináremeléshez, az inflációhoz, a háborúhoz, vagy akár ha visszagondolunk még a járványra, ha egyáltalán lehet ezt annak hívni. Egyik pillanatban még csak emlegetik, hogy hú, ez így, úgy, amúgy, és boom, a következő pillanatban már úgy is van, és aztán már az életünket aszerint rendezzük. Az, ami régebben eltartott, akár évtizedekig, hogy megváltoztassák a társadalom gondolkozásmódját, elfogadtassanak valamit, az most megtörténik néhány hét alatt. Felröppent a hír, hogy ú, rovarok, mindenki arról beszélt, most meg már, hogyha megnézzük például a HVG-t, akkor arról írnak, hogy külön polcra kell tenni a boltokban a rovarfehérjéket tartalmazó ételeket. Szóval relatíve hamar eljutottunk onnan, hogy senkit nem érdekelt ez a dolog, odáig, hogy már külön polcrendszer lesz a boltokban. Sőt, figyelj meg mindenki, két hét múlva, vagy három, már senki nem is fog emlékezni erre az egészre. Mint ahogy oly hamar elfelejtették az emberek
a világjárvány például, a háborúról se beszél senki, arról se, hogy 600 forint a benzin, vagy az infláció 20%-os. Nagyon gyorsan cserélődnek az események az emberek elméjében. Ez megnehezíti szerintem a valóság megértését, az, hogy túl gyorsan az események pörögnek. Meg kell védeni a magyarok étkezési kultúráját Brüsszellel szemben, úgyhogy más helyre kell rakni a boltokban a rovar alapú termékeket, nehogy bárki is összetéveszthesse a tücsköt a csirkefarháttal. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a házi tücsökkel együtt már 4 olyan rovarfajta van, amely kereskedelmi forgalomban élelmiszerként és élelmiszer összetevőként jelenhet meg. A szigorítás értelmében ez szerintem magyar rendelkezés, az összetevőket a csomagoláson jól látható helyen kell majd feltüntetni, és ez ilyen rovar alapú termékeket elkülönítve külön polcokon kell majd elhelyezni az üzletekben. 5%-a a vásárlóknak szívesen fogyasztana ezekből a rovarokból, 70%-uk pedig határozottan elzárkózik a lehetőségtől. Itt megint csak vissza kell kanyarodnunk oda, amiről beszéltem az előbb a disznóval kapcsolatban. A disznó egy tisztátalan állat, ugyanúgy, mint a rovaroknak a nagy része, ennek ellenére ez nem akadályozza meg a magyarok többségét, hogy megegyék gyakorlatilag a fülétől a farkáig az egész állatot, és alig, hanem a legtöbbet fogyasztva ebből az Európai Unióban biztosan. Hasonló a helyzet ezzel a tengeri gyümölcs dologgal is, ez szépen beszivárgott minden országba, a világon, és most már nagy népszerűségnek örvend hazánkban is. Félreértés ne essék, nem amellett kampányolok, hogy bárki egyen, amit csak akar, csak azt akarom kifejezni, hogy az evés az nagy részt egy ízlés dolga, másik oldalon pedig szokás, vagy kultúra, ha egyáltalán lehet ez esetben kultúráról beszélni. Elmenjünk Indonéziába, vagy Ázsia délkeleti részére, de szerintem egész Kínára ez érvényes, akkor a kutyának a fogyasztása az teljesen hétköznapi ezekben az országokban. Szóval nem kell meglepődni, hogyha megy az ember az utcán, aztán látja, hogy puff, ott van egy kacsa mellett, lóg egy kutya. Ez ott csak magától értetődik, hogy így élnek az emberek. Mit gondolnak arról, amit mi eszünk, a fene tudja? Viszont milyen alapon mondja bárki is azt, hogy a disznó az egy fogyasztható dolog, a kutya meg nem. Mi a különbség, mikor mind a kettő tisztátalan? Ráadásul nem is tudom, hogy lehetne a disznónál egy retkesebb, meg mocskosabb állatot találni, ami igénytelenebb. Ez csak annak érzékeltetésére szeretném kihangsúlyozni, és persze vissza lehetne térni a tengeri szemétnek a fogyasztásához, mint a polip, meg ezek a rákok, az összes ilyen tengeri rovar. Szerintem például milyen kategóriába tartozik a rák? Vagy a garnéla, a polip például. A rák az valamiféle rovar, ha jól emlékszem, csak a ráknak van egy külön besorolása ott. Úgyhogy az lényegében egy tengeri rovar, amit eddig is evett mindenki gond nélkül. Ha ránéz valaki erre a képre, nem az jut eszébe, hogy fúj, milyen undorító, hanem ez valamiféle kuriózum, meg exotikus étel, amit az emberek fogyasztanak Magyarországon is, szerintem jelentős része. Míg ez a rák forma, garnéla, vagy nem tudom mi ez, ez ugyanaz, mint egy csótány, csak ez a vízben él. Rákeresünk arra, hogy garnéla, és végtelen receptet találhatunk, akár magyar nyelven is, tessék, itt van mindenhol, ami gyakorlatilag egy vízben élő rovar. Hihetetlen. Szóval létezik egyfajta, sajnálom, hogy ezt a szót olyan sokszor kell használnom, hogy kognitív diszonancia, de azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés erre. Vagy még talán jobb egy ilyen skizofrén állapot az emberek nagy részében. Van egy szakadás a valóság, meg a között, ami a fejükben él. Egyik oldalon azt mondják, hogy milyen undorítók ezek az emberek, meg primitívek, meg kutyát esznek, a másik oldalon meg eszik a tengeri rovarokat, meg a disznót, meg a nyulat. És nem azt akarom kihozni belőle, hogy az emberek primitívek, csak azt szeretném demonstrálni, hogy van az elménkben létezik egy kép a valóságról, plusz van a valóság, és ez nagyon sokszor nincsen összhangban, olyannyira nincsen összhangban, hogy ez esetben még köszönő viszonyban sincs a kettő egymásra. A tekintetben, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami finom, mi az, ami étel egyáltalán megehető. És a másik oldalon mi az, ami nem. Szóval Nagy István szerint a magyar gazdák szorgalmának és kitartásának köszönhetően rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal, friss, egészséges, jó minőségű élelmiszerrel rendelkezik hazánk, nem szorulunk rá a kukacevésre. Kukacevésre éppen nem, de láthatjuk, hogy azért mi is fogyasztunk ezt, azt a szemét kategóriából. Fontos, hogy gasztronómiai hagyományainkat megőrizzük, és ne hagyjuk,
hogy megváltoztassák étkezési szokásainkat, tette hozzá a miniszter. Étkezési szokásoknak, amiben igaza van a HVG-nek, óriási szerepe van abban, hogy az EU 5. legalacsonyabb várható élettartama a miénk, és természetesen ez hosszú-hosszú évtizedek óta így van, amiben nagy szerepe van a szemétevésnek, beleértve a disznót, kifejezetten, illetve az alkohol és dohányzás hihetetlen mértékének. Tudatos vásárló ugyanakkor azt írja, hogy már 4 rovar lehet élelmiszerben, jönnek a rovarpolcok a boltokban. Megjegyzik, hogy a világon 2 milliárd ember rendszeresen gond nélkül fogyaszt rovarokat. Hát ugye azt azért nem mondanám, hogy gond nélkül, legalábbis azt nem tudjuk, hogy milyen gond nélkül. Egyelőre arról van szó, hogy milyen szenzációs a születéskor várható élettartam Európai Unióban és a világon máshol, meg milyen borzasztó. Lehet, hogy a szemétevésnek köze van hozzá. Ez a 4 rovarfaj egyébként a liszkukac, sáska, illetve az idén januárban listára került alombogár lárvája, és a házi tücsök fagyasztott, szárított, porított formában kerül az élelmiszerekbe. Azt én érdekesnek találom, hogy Magyarország egyedüli tagállamként nem támogatja ezt az EU-s döntést, ugyanis arról beszélnek, hogy sem élelmiszer, sem fehérje hiánytól nem kell tartani az Unióban. Lehet, hogy néhány hónap múlva ez majd változni fog. A környezetvédelemség vallás áll nyilván ennek is a hátterében, hisz a rovarok emberi fogyasztása mellett szól, írja a tudatosvásárló.hu, hogy gazdag fehérjeforrások, és ugyanakkor az üvegházhatású gázok, mint például a metán termelés sokkal kisebb ezeknek az előállítása során, mint hogyha a hússal próbálkoznak. Kisebb az ökológiai lábnyomuk, ahogy ők fogalmaznak. A gyakorlottabb hallgatók vagy nézők azok biztosan már látják az írást a falon, előbb-utóbb ez lesz a világ, el fog tűnni a húsfogyasztás, erről beszéltem már relatíve sokat, hogyha valakit érdekelnek ezek a dolgok egyébként, az Infobubble YouTube csatornán, TikTokon, Instagramon, de a Facebook csoportban is rengeteg, Facebook oldal az, rengeteg információt megosztok én ezzel kapcsolatban, meg ehhez hasonló dolgokkal kapcsolatban, szóval látogassatok el oda, de ugyanúgy a Yahoo útját is megtaláljátok mindenhol. Visszatérve ide azonban, egyértelmű törekvése az elitnek az, hogy az embereket a lehető legalacsonyabb és primitívebb életszínvonalon tartsa. Ez vár ránk az úgynevezett új világrendben, ahol nem lesz senkinek semmije, boldog lesz, és közben szemetet fog enni, lélegezni, inni, egyfajta mesterséges környezetben fog élni az ember, legalábbis az ő elképzelésük szerint ez lenne. Egyelőre ezek a dolgok kuriózumnak számítanak, de már meg lehet találni őket a boltoknak a polcain, és ahogy mondtam, a szöcske és a sáska az tisztának számít a Biblia szerint, legalábbis egy részük, hogyha a fordításoknak lehet hinni, hogy melyik az, hogy, azt nem tudom, lehet kísérletezni, aki akar, de amíg nem muszáj, szerintem mindenki csak maradjon meg annál, ami tiszta és elfogadható. Akár mennyire is bizarnak tűnik, ez a jelenség, ez már megy világszerte, és Magyarországról is lehetett látni egy videót, ahogyan az óvodások eszik ezt a szemetet. Ez ha, jó, ha lehet hinni a Rumble-nak, akkor ez Lengyelországban egy óvoda, ahol most éppen próbálgatják a gyerekek ezeket. Azt nem nézem utána, hogy ez valóság-e, hogy ez így van-e, hogy ez igazi ez a videó, de ez a nemzedék, ami növekszik föl, hogyha mondjuk 20 év és annál lejjebb, fiatalabb, illetve ezek, akik még ilyen kicsik, mint az óvodáskorúak, ők a legfogékonyabbak ezekre a dolgokra. Ezeknek az embereknek az elméje még most fejlődik ki. 25 éves korban áll le egyébként a központi idegrendszer, az elmének a fejlődése, minél hamarabb elkezdik ezt az idézőjelbe vett érzékenyítést, meg propagandát, annál egyszerűbb lesz kialakítani azt a csorda szellemet, amit oly markánsan megfigyelhetünk a fiatalabb generációknál, akiket csak úgy lehet ráncigálni ide-oda, ahogyan a közösségi média oldalakon megjelenik egy-egy hír, vagy divat, vagy bármi, ami egy viral videó, ami sláger, vagy trendi, és ők mennek ezután. Tehát ezért is kezdik el ezt már óvodában, beleértve a gender mozgalmat,
szerintem minden tartozik most már mindenféle szexuális, deviáns gondolkodásmód, akkor az élelmezésnek a kérdése ebben a videóban, amit látunk, öltözködés, úgy általánosságában véve a gondolkodás. Ők már úgy nőnek fel, hogy számukra természetes. Néha úgy is megy be, hogy ez undorító, de látja, hogy mindenki részt vesz benne, képzelj el azt csak bárki, hogy felnövekedvén ezeknek a gyerekeknek ez lesz ugyanolyan természetes, ahogy ebben az országban felnőtt sok ember eszi a disznót, nem is gondolkodik kettőt azon, hogy az milyen hatással van az egészségére. Index.hu azt írja február 5-én ez évben, hogy jóval több élelmiszerben használnak rovarból kinyert anyagokat, mint azt gondoltuk. Legtöbb fogyasztónak azonban ez fel sem tűnik, mivel kódok mögé rejtik ezeket a termékek csomagolását. Ez az E-számok egyrészt azért használják ezt, mert egyszerűbb nyilván így dolgozni, mint ahogyan a latin például az orvosi nyelv, de jogban is elterjedt. Egyszerű, bárhol megy az ember, hogyha hallja latinul, akkor tudja, hogy miről van szó. Nem kell örökösen tolmács vagy fordítani. Úgyhogy én megértem azt, hogy ezt az elszámokat használják, mert így bárhol a világon az ember csak tudja, hogy miről van szó. A másik oldalon ez egy extra lépés minden vásárlónak, hogy ellenőrizze, hogy mi is az, amit megeszik. Ha valaki egyébként szeretne ezzel foglalkozni, akkor a NÉBI oldalán, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal van egy ilyen elszám kereső, illetve egy Excel formátumú lista, innen le lehet tölteni, ha valaki szeretne ezeknek utána járni, és akkor talán úgy biztonságosabban tudja az étkezését mindenki alakítani már, hogyha szeretne ezzel foglalkozni. Meg fogom osztani ezt a linket az Infobubble Facebook oldalon, hogyha valaki szeretné letölteni, vagy eljutni oda egyszerűen. Mindennapi életünk során rengeteg édességben, csokiban, húskészítményben, gyümölcskészítményben ott vannak a rovar eredetű összetevők. Összeszedett a pénzcentrum ebben a listában, hogy melyek ezek. A legismertebb ezek közül talán a kárminsav, ami valamiféle tetűnek a szárított testéből áll elő, bíbor tetű, egyébként nőnemű példány szárított testéből áll elő. Színezésre használják ezt, azt nem értem, hogy miért nem, vagyis bocsánat, én értem, hogy miért nem használnak például növényi eredetű színezéket. A cél az, hogy az egész emberiség egyrészt az egészségét rombolják, másrészt pedig ezek tisztátalanok, ezek az állatok. És azt is megértem, hogy az egy részét az emberek, vagy többséget ez hidegen hagy mára, köszönhetően a kereszténység hazugságainak, de ettől függetlenül, ami tisztátalan, az tisztátalan, és hogyha az ember ezt fogyasztja, akkor az nem csak fizikálisan rombolja az embert, hanem lelkileg és spirituálisan is. Ez a kárminsav igen elterjedt, egyébként cukorkák, desszertek, gyümölcskocsonya, húskészítmény, ital, joghurt, mindegyik tartalmazhat ezt. Van egy másik, ez a shellac, ez egy állati eredetű gyanta, ami kozmetikai termékekhez, padló, bútorfényezőszerekhez, gyógyszerekhez, élelmiszerekhez adnak hozzá, hogy felületük fényes legyen. De ott van löncshúsban, felvágottban, párizsiban, virsliben is a kárminsav, májkrémben, debreceni és lecsókolbász, füstölparaszkolbász, stb. Ha jól értelmezem ezt a döntést, amit a magyar állam hozott, akkor ezentúl fel kell tüntetni egyértelműen, hogy van ezekben rovar. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű döntés, hogyha ez valóban meg is valósul, akkor ez fenomenális, mert ezek után nem kell. Persze nem tudom, hogy pontosan hogyan fogják ezt majd jelölni a csomagoláson, de ezek után nem kell vadászni azt, hogy ez az elszám mit jelent, vagy mi van benne, hanem egyszerűen csak tudni fogjuk, hogy ez vagy az tartalmaz ilyen tisztátalan anyagokat. Igen, egyszerű egyébként megváltoztatni azt, ahogyan az emberiség hozzááll az élelmiszerhez, hiszen a támogatásokkal, ugye a nem létező pénz nyomtatásával, majd ennek a szétosztásával szabályozni lehet azt, hogy mely iparágak milyen mértékben fejlődnek. Most például elkezdik majd fejleszteni ezt az akkumulátor dolgot, az elektromos autót, meg elkezdték, vagy akár a rovarból előállított élelmiszert is, és ha abba az iparágba áramlik a pénz, akkor ösztönzi az embereket egyrészt arra,
hogy részt vegyenek abban, másrészt, aki már részt vesz benne, az elkezdi majd eltolni az ő termelését abba az irányba, hisz a támogatás az oda érkezik. Egyedi jelölést és elkülönítést kapnak ezek után a rovar fehérjéket tartalmazó termékek, ezt Nagy István, az Agrárminisztérium tárcavezetője jelentette be. Az Európai Bizottság azt állítja, hogy a rovarok fogyasztása biztonságos, de azt ne felejtse el senki, hogy ugyanez a bizottság az, ami nyomtatja a nem létező pénzt, azt osztogatja ki ezekre a semmire kellő projektekre, illetve állítja azt, hogy a gender mozgalom az teljesen normális, és most már mindenkinek el kell fogadnia, hogy a világ így működik. Elterjedt ugye az a környezetvédelemség vallás dogmája is, hogy fenntarthatatlan az állattenyésztés a jelenlegi formában, és ez az intenzív módszer, ez káros környezeti hatásokat gyakorol, különösen a talajra, illetve a vízre, valamint a biológiai sokféleségre. Amivel én egyet is értek, hogy most milyen mértékben és hogyan kéne átalakítani, szerintem egyszerűen csak úgy, ahogy az létezett 100 évvel ezelőtt. Mindenki termelje meg azt, amit kell, ott, ahol van, amire szüksége van, dolgozzon össze azokkal, akik ott vannak a környezetében, aztán viszlát. Mindenki csak saját magát okolhatja azért, hogy ilyen helyzetben vagyunk, ugyanis elhittük a hazugságot, hogy majd minden munkanélkül megoldható lesz. Csak ülök egy irodába, toligatom ide-oda a papírt, és bemegyek a boltba, azt megveszem mindazt, ami szemszájnak ingere. Ilyen világot nem lehet fenntartani, ez evidens, ezzel nincsen semmi probléma, én ezzel egyetértek. De ez a következménye annak, ez a rovarevés most már, meg a gender mozgalom, meg minden, ennek a hatalmas fejlődésnek. Túl sok szabad ideje lett az embereknek, és kitalálhattak ilyen ostobaságokat. A másik meg az persze, hogy felülről érkezik a propaganda, ami örökösen csak nyomja azokat a szökőrségeket, amelyeket az elit kitalál annak érdekében, hogy az embereket irányítani és terelni tudja. Az egy rejtély számomra, hogy úgy gondolhatja az valaki, hogy kukacot fog enni, és akkor az hasznos lesz. Nem értem, hogy... De hát valószínűleg a propaganda az, ami okozza ezt, illetve az agymosás, ami a oktatási intézményekben történik, hogy az emberek elvesztik a józan ítélő képességüket, de úgy néz ki ez az állat, mint amelyik egészséges. Úgy alkotta meg őket a teremtőnk, hogy evidens legyen, hogyha az ember ránéz, meg megnézi az életmódját, hogy ez vajon melyik kategóriába sorolható. Az oroszlánra ritkán gondol az ember úgy, hogy az ehető. Nem csak azért, mert hogy most az tisztátalan vagy nem. Nem hiszem, hogy bárki is arra specializálódott bármelyik törzs, hogy már pedig mi oroszlánokat fogunk enni. Van egyszerűbb, és akkor inkább kiásom a fának a gúmóját, azt egész életemben gúmókat eszek, mint hogy oroszlánra kezdjük el vadászni. Ez a helyzet a rákkal, a garnéla rákkal, meg ezekkel a férgekkel is. Mikor az ember ránéz, undorítónak találja az egészet. Úgy van vele, hogy inkább lehet, hogy éhen döglök, mint hogy ezeket kezdjem el enni. De ha figyelget bárki disznót, hogy hogyan tartjuk a disznót, hogy hogyan él az egy háztáji környezetben, akkor szintén arra a következtetése kell jutni, hogy köszi szépen. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Józan ítélőképesség, mindössze ez kell hozzá. Nem véletlenül írja az írás, hogy a teremtett világból megismerhető annak a teremtője. Ő úgy alkotta ezt meg, hogy ha nem is foglalkozunk az ő szavával, de jelentős mennyiségű ismeretet meg lehet szerezni azáltal, hogy az ember csak szemlélődik és figyeli a környezetét. Szóval amikor lát valaki egy ilyen szendvicset, szerintem nem véletlen az, hogy visszataszítónak találja. Az egész kinézete ezeknek az állatoknak, meg az állaga, az úgy van megalkotva, hogy az visszataszító legyen, jelezvén azt, hogy ez nem alkalmas a fogyasztása. Legalábbis a nagy részük, még akkor is, hogyha van egy pár, ami mégiscsak igen. De a javarésze az nem, azért is néz ki úgy, hogy undorító. És az, hogy ennyire eltávolodtunk a valóságtól, hogy a kutatók egyetértenek abban, hogy a rovarok megoldást nyújtottak a megszokott állati fehérjék kiváltására, az jelzi azt, hogy a tudomány is
egy ponton félresiklott, ugyanis nem lehet valamire, ami káros az egészségre azt mondani, hogy ez megoldás nyújtott hosszú távon. Nem lehet egészséges ezeknek a fogyasztása. Szóval honnan jönnek azok a kutatások, meg azok az eredmények? Ugyanonnan, ahonnan a gyógyszeripari kutatások jönnek. Vagy az orvostudomány kutatásai, vagy a csillagászat kutatásai. Azt publikálják nekünk, amit akarnak, hogy mi halljunk. Minden más csak egyszerűen eltűnik a süllyesztőben. Létezik egy törekvése az elitnek, és az egyik fontos elem ezen törekvésben az, hogy az emberek tisztátalanok legyenek. Tisztátalan olyan értelemben, hogy amit fogyaszt az ember, olyanná válik. És amit mondtam azzal kapcsolatban, hogy a természet, hogy úgy alkotta meg a teremtő a természetet, hogy az jelez nekünk, itt van egy iskola példája ennek. És visszatérvén arra, hogy az emberek nem képesek megérteni a valóságot, de nem is érdekli őket, ez egy újabb bizonyíték, arra megint csak. Nagyméretűek, halálfejes csótányok egyébként, arról kapták a nevüket, hogy ilyen furcsa folt van a hátukon, ami... sok esetben a felnőtt egyedeknél halálfejre emlékezte. Szóval van egy halálfejes csótány nevű állat, és utána azt megesszük. Még mi az, ami kell, mikor úgy közben, hogy mi magunk is használjuk ezt a jelet annak érdekében, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy valami veszélyes az, amivel szemben állnak. Itt van toxic hazard, ez azt jelenti, hogy mérgező veszély, valamiféle toxikus vagy mérgező anyag, és itt a halálfejes csótány az, amit aztán ő megeszik, amit természetszerűen rajta van az a jel, amit mi használunk. Azért, mert univerzálisan azonosítható ez a halálfej a halállal, vagy a koponya a halállal. Azért is hívják úgy, hogy halálfejes. Ennek ellenére ő megeszi ezt. Gyászbogárláról. Jól néznek ki. Fel van a fukkodva, mint a lüki. A robbanásra készen. Hát most az a terv, hogy addig sütöm viszont, amíg ropogós nem lesz teljesen, mert nekem az a textúra sokkal jobban bejön, mint mondjuk amikor picit ilyen puhább, mint például most ugye a gyászbogárlárvánál inkább ilyen puha maradt, és az úgy textúrára annyira nem adta. Hát vajon miért nem? Ismét eljött a csodás pillanat, elkészült a remek mű. A csodás pillanat megérkezett. Én almában és banánnal tálaltam azért, mert általában ezzel szoktam őket etetni, és valamilyen rám jött az, hogy szeretnék délután egy kis gyümölcsöt is enni ez a csodálatos snackhez. Na most ugye, itt van a halálfejes sáska, vagy sáska csótány, és itt az argentin csótány. Hát szerintem vágjunk bele a legnagyobbal, egyből. Jó étvágyat! Ja, jó étvágyat! Szóval, van kőkemény. Van benne, de nem tudom mi az. Á, mindegy. Biztos jó. Hát, kemény. Ennek borzalmas íze van. Fúj. Azt a kurva. Pedig az ember arra számítana, hogy finom lesz. Utány az hiba volt. Igen. Na nézzük a másikat. Fúj, ez nem kell kis banát, mert nagyon kemény. Fúj. A gyerekek ezért forintot nem ért. És még fizetett is ezért, akkor ezek de szerint... De bizony, hogy majd az argentin csótány az finom lesz. Hát az tudja, hogy az lesz. Nézzünk egy kisebbet. Úgy. Ez egyáltalán argentin? Mindegy. Igen. Na megnézzük. Persze. Nézzük meg. Ez sokkal jobb. Na. Ez vállalható ízt mutat. Örömmel hallom. Nincsen benne semmilyen ilyen nagyon furcsa íz. Egyébként itt megcsináltam azt, amit ugye az előző videóban mondtam, hogy nem, hogy ugye nem etettem őket most az elmúlt napokban. Ez egy bölcs gondolat volt. De ez a halálfejes sztorit, ezt én elengedem végleg, mert ez borzalmas. De gondolkodjunk csak egy pillanatot együtt, hogyha a csótány mindig ott jelenik meg, ahol szemét van, ahol retkesség van, azért mert abból él, megeszi a szemetet, mindazt, amit az ember már félre rak, ami nem jó semmire, a csótány megeszi azt a szemetet.
meg ezeknek az állatoknak egy része aztán megeszi a csótányt magát. Hogyan is lehet az egészséges valami, ami szemetet eszik? Ha? Befejezésül megmutatnék még egy riportot, ez Sky News Ausztrália, ahol szerintem ők maguk is, ahogyan előadják ezt, mint egy komédia, tisztában vannak azzal, hogy ez nevetséges egyrészt, másrészt komikus és tragikus. Nyilvánvaló, hogy a környezetvédelemség, illetve a klímaváltozás propaganda az benne van, ez az, amivel kezdődik. Well, Liz, we know there's a climate crisis and we've got to do something. Don't worry, and now there's we've a solution, got James. University academics talking about rationing as and the solution. And we all know. Amiről beszél, az nem arányosítás, vagy nem tudom, hogy fordította le a Google, hanem egyszerűen fejadagokról beszél. Ez a rationing, ez második világháborús kifejezés, és az élelmiszer, illetve a különböző nyersanyagoknak a fejadagban történő szabályozását és kiosztását jelenti. Don't worry, climate change solved, just bring back rationing. They say, just bring back rationing. They say a World War II style rationing of petrol, meat and the energy people use in their homes is going to help countries to slash their greenhouse gas emissions rapidly. Benzin, hús és egyéb energiahordozóknak a szabályozásáról beszélnek, hozzák vissza a második világháborús rendszert, ami fejadagokat jelent. Tehát már megjelenik ez a fajta propaganda is, de a többség szerintem egyet is értene ezzel, ugyanis nem fog tudni hozzájutni egy idő után csak akkor, hogyha az állam átveszi ezeknek a szabályozását. Ez az, amit szeretnének. Az állam kell, hogy központi szerepet foglaljon el ebben az új világban, és ez a világkormány lesz majd a végső állam. Egyelőre még ugye a szuverén országok már mennyire ezek autonómiát élveznek, azok, akik dönthetnek, természetes az, hogy ezek a különböző regionális szövetség, mint az Európai Unió, igen nagy nyomást gyakorolnak az országokra annak érdekében, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami összhangba hozható az ő elvárásaikkal. And fairly. Here's the quote from Dr. Nathan Wood, who's the lead author. He says the concept of rationing could help not only in the mitigation of climate change, oh, this thing's a silver bullet for everything, but also in reference to a variety of other social and political issues. Figyelte mindenki, hogy mi az, amit mondott a hölgy? Azt mondta, hogy a fejadag, ugye az idézet úgy szól, hogy a fejadag koncepció az segítene nem csak a klímaváltozásnak a csökkentésében, erre azt mondta, hogy the concept of rationing could help not only in the mitigation of climate change, oh, this thing's a silver bullet for everything. Ezüst pisztolygolyónak hívják, ezüst golyónak hívják. Az ezüst golyó azt jelenti, hogy valami, legalábbis, hogy mint idiomát, ha vizsgáljuk, azt jelenti, hogy valami, ami mindenre, vagy legalábbis sok mindenre felhasználható, egy univerzális dolog. És a klímaváltozás esetében erre utalt, ugyanis a klímaváltozás egy ilyen ezüst golyó, amit mindenre fel lehet használni. Lehet, hogy miért van infláció, az üzemanyagárakat miért növeljük, miért kényszerítjük az embereket az elektromos autóra, arra, hogy osszák meg a tulajdonukat, hogy ne éljenek vidéken, mindenre jó. A környezetvédelemség, vallás elterjedt a világon, és ezt, hogy klímaváltozás, ezt mindenre fel lehet használni, hogy az embereket szorítsák kifelé a normál életből, bele ebbe az új világrend fajta életformába. But also in reference to a variety of other social and political issues, such as the current energy crisis. Szóval most már az energiaválságra is megoldást jelenthet ez a fejadagrendszer, de a klímaváltozást is megakadályozhatja, illetve csökkentheti. Ez a jövő, ami vár mindenkire az új világrendben, ahol minden szabályozva lesz, és mindennek lesz egy fejadagja, hogy ki mennyit használhat. Ez az, amire mindenki most vágyik, és hozzásegíti ennek a kialakulását azzal a csillapíthatatlan vágyal, hogy kényelmes legyen az élete, és nehézségektől mentes. De ők maguk is nevetnek ezen az egészen. It's solved.
It's over. Don't you love how they're getting people used to these ideas? Uh-huh. És ugyanazt mondja, amit én, hogy figyeled azt, hogy hogyan szoktatják hozzá az embereket ezekhez a gondolatokhoz? At these crazy people who talked about bugs and eating bugs. És azt mondja, amiről beszélek, hogy régen röhögtünk azokon az embereken, akik a bogárevésről beszéltek, meg poloskákról, hogy ezek őrültek. And now we're finding them in like your garden variety foods. És most már ott van az egész élelmiszer láncolatban. Throughout Woolworths, I found some plant-based gay times, the ice creams, the other day at Woolworths, and I was just like, what the heck? Who is asking for this? És most már ugye azt mondja, hogy növényi alapú jégkrémben is talált ilyen bogarakat, mert a cél az, hogy tisztátalanná tegyék az embereket. They're pushing it regardless, and they're planting the seed. Hogy ki az, aki ezeket az ötleteket kitalálja, és elültetik ezeket a magokat az emberek fejében az ilyesmi hírekkel, mint amit ők is ugye az imént felolvastak. Úgy van ez tehát, ahogy mondtam, ezeket elhintik, aztán már az ott van a bogár az ember fülébe, és onnantól kezdve már nem lesz olyan felháborító, vagy éppen megdöbbentő, amikor az majd valósággá válik. I'm surprised to hear people talking about the need to ration has not been paying attention, because they've been inching closer and closer to this, but I loved his rationale, he said... Sőt, azt mondja, hogy akik meglepődnek ezen, hogy fejadagrendszerről van szó, azok nem figyeltek, ugyanis már ehhez szépen tyúklépésekben haladunk e felé már is most. People don't like rationing unless there's a shortage. If there's a shortage, then people understand, well, there's a shortage, we need to ration, so what we need to do, he said, create a shortage. És a probléma, reakció, megoldás, ez csak egy tökéletes videó, ez a kis rövid videó demonstrálja mindazt, amiről az őrült összeesküvés hívők beszélnek évtizedek óta. Hogy az emberek nem fogadják el a fejadagrendszer csak abban az esetben, hogyha valamiből hiány van. Így tehát előállt a hiány, és most már az emberek elfogadják maguktól a fejadagrendszert. És ez Sky News, ami bemutatja, nem egy összeesküvés elmélet hívő csatorna. És Hollandiában, ami a farmerekkel történik, az például egy ilyen helyzet, ami majd előállítja ezt a hiányt. But they're not joking, they're serious. Well, funnily enough, this bloke's name is Nathan Wood, and we know that wood is the ultimate renewable resource when it comes to building, but we can't knock any trees down to build with, so we know what's going on there. But I mean, seriously, what is the obsession of these people with us regressing as a society? It's all about regression. És akkor ugye, amiről beszél, az, hogy miért olyan megszállottan akarják, hogy visszafele fejlődjön a társadalmunk, mármint azok, akik uralják és irányítják a világot. Hogy most már mindent el kell venni tőlünk, és szükség van erre a nagy visszaállítási folyamatra, hogy visszatérjünk. Ők nyilván, most, hogy tudják, vagy nem, azt nem tudom, de még a címe is az, hogy vita, a klíma őrület most már egy újabb fokozatot elért. Everything that has set us apart from every other species on earth, human potential, we have to start going backwards, all the way back as far as we can go, away from industrialization. I don't think everyone will go backwards though, Caleb. I think igen, és hogy most már vissza kell térnünk egy ilyen primitív életformához, és oda akarnak minket visszavezetni. Nem azt akarják, hogy primitív legyen az életformánk, mármint azok, akik uralják és irányítják ezt a világot. Sokkal inkább azt akarják, hogy könnyebben ellenőrizhető legyen az emberiségnek a túlnyomó többsége, vagy a legnagyobb része. Mindazok, akik nem hajlandók részt venni ebben, azok nem kívánatos személyek, és ilyen vagy olyan módon, vagy kompromisszumra, és ugye beleegyezésre kell rábírni őket, vagy meg kell tőlük szabadulni, mint szélsőségesek, terroristák, vagy fanatikusok. Ez a jövő, ami vár mindenkire. Ha valaki úgy érzi, hogy elég messze elkalandoztunk a rovarevéstől, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem látja az összefüggéseket. De az írás az ott van a falon most már. Arról azért beszélnek ezekről a dolgokról, mert ez a jövő. És az okos az látja a veszélyt, és nem szalad bele, hanem felkészül rá, és megtesz mindent annak érdekében, hogy elkerülje azt, vagy legalábbis a lehető legkisebb hatást gyakorolja az életére. Ez az, amire még mindenkinek talán van lehetősége. Egyre nehezebb, és az egyértelmű, hogy a hurok, az a képzeletbeli hurok,
a szorul mindenkinek a nyaka körül, ugyanis egyre drágább lesz minden, egyre nehezebben elérhető lesz minden. Akkor is, ha még most, ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy van remény, nincsen remény, az új világrendet nem lehet megakadályozni, nem lehet megszüntetni, elkerülni, az csak egyszerűen jön, és amikor összeomlik ez a jelenlegi világ a gazdasággal, a háborúsággal, a betegséggel, annak a poraiból egy olyan világ fog előállni, amilyet én lefestettem az elmúlt 7 év során. Elkerülhetetlenül. Szóval most már mindenkinek csak arra kéne figyelnie, hogy spirituálisan vajon melyik új világban fogja magát majd találni. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót. Hamarosan találkozunk. Addig is halleluja!